10. Az előző 9, részekből. 8, Whitney és Lee 7, összecsaptak az 6, elődöntőben. 5, 4, 3, a szószt, 2, a szószt. 1, és vége! Azt hiszem, a szívemre kell hallgatnom, és az Lee mellett dönt. Köszönöm. Remek lett. 1-0 Lee-nek. Whitney, ha most vesztesz, kiestél a versenyből. Lee, nagyon meggyőző az ételed, de ezt a pontot mégis Whitney kapja. Gratulálok, kiváló fogás. Ezzel 1-1. Következik a sajttorták összecsapása. Amerikai mesterszakács. Lee, ez egy klasszikus sült sajttorta New York stílusban, rebarbarás kompóttal a tetején. Mi van benne a rebarbarán kívül? Természetesen vaj és cukor, valamint egy kevés gyömbér. Whitney, mit keresnek a szedrek a tányér szélén? Mit kezdtél velük? Egy kevés cukorban főztem át őket, és hagytam lecsöpögni. A torta tetejére cukrot karamellizáltam. Úgy olvadt rá, mint valamilyen kéreg. Miért döntöttél úgy, hogy nem sütöd meg, hanem a hűtőből szeded elő a fogyasztás előtt? Szeretem a könnyedségét, amit a sült változatnál nem érezni. Szerinted milyen lesz, ha megkóstolom? Krémes és kellemes állagú. A cukor édes ízét a gyümölcsök fanyassága ellensúlyozza, de a kontrasztok ellenére egységes egészé fog összeállni. Elképesztően aromás. Friss vaníliát tettél bele? Értem. Lee, te mit vársz a saját tortácskától? Nos, könnyed lesz. Egyértelműen édes. A citrusosságát a citromleve és egy kis Grand Marnier idézi elő. Ez a két falat a két tortából az, ami különbséget tesz köztetek. Sokkal könnyedebb, mint ami ennek első ránézésre látszik. Az alapja tökéletes. Jól kitaláltad, mi legyen az, ami ellenpontozza a sajttorta édességét. Őszintén mondom, Lee és Whitney, ilyen nehéz helyzetben még soha nem voltam, amikor két étel készítője közül győztest kellett hirdetnem. Mindkettőtöké csodálatos volt. Valakinek azonban csatlakoznia kell David Millerhöz, hogy részt vegyen a legelső amerikai mesterszakács verseny döntőjében. Akinek gratulálok, az... Whitney. Ez a sajttorta... egyedülálló. Az állaga, az íze fenomenális. A modern értelmezéssel nagy kockázatot vállaltál, de bejött. Nagyon büszke vagyok magamra. Bejutottam az első mesterszakács döntőjébe, és ez mindennél többet jelent nekem. Lee, óriási utat tettél meg idáig. Ez is egy remekbe szabott sajtorta. Még nagy jövő áll előtted ebben a szakmában. Büszke lehetsz az ételeidre. Gratulálok, Whitney. A mamám idejöhet, hogy megkóstolja a főztömet? Persze. Rengeteget utazott. Több mint 10 000 kilométert repült idáig. Kérem, jöjjön le ide közénk. Szia, kicsim. Hanna, hogy ízlik? Fantasztikus. Nem is értem, hogy képes erre. Nem állnál be a zsűribe negyedik tagként? Dehogy nem. Ma én is győztem, mert lehetőségem adódott arra, hogy a mamámnak főzzek.
Minden versengést félretéve, ez jelentette a legtöbbet nekem. Ez az egész azt sugallja, hogy jó úton járok az életben. Olyan büszke vagyok rád, kicsi. Csodás szereplés volt. Kösz, főnök. Hidd el nekem, nagy esély áll előtted. Ragad meg két kézzel. Köszönöm. Menjünk, hölgyeim. Az egész itt töltött idő megerősített abban, hogy már tudom, mit kezdjek az életemmel. Ez az étel több értelemben különleges. Úgy beszélsz, mint egy profi. Szenvedélyes vagy. A verseny megmutatta, hogy ott van bennem a lehetőség és a tehetség, amit szeretnék kibontakoztatni. Mostantól ezen fogok munkálkodni. Innen egyből a csúcsra ugrottál fel. Veled mindenképpen számolni kell. Ez a mesterszakács eddigi történetének legjobb és legkülönlegesebb fogása. A tudás, amit itt megszereztem, ér annyit, mint $250,000. A folytatásban jön David és Whitney. A nagy finálé. A következő két óra életetek legfontosabb időszaka lesz. Az E-Nance Massachusettsből. Azt hiszem, én leszek a mesterszakács. És a déli lányka Mississippiből. Ez a cím az enyém. Életük három legnagyobb téttel bíró ételét kell elkészíteniük, és csak egyikük nyerheti meg a $250,000, a saját szakácskönyv kiadásának jogát és a mesterszakács címet. Bámulatos! Jön David és Whitney, a nagy finálé. A következő két óra életetek legfontosabb időszaka lesz. Életük három legnagyobb téttel bíró ételét kell elkészíteniük, és csak egyikükből lehet mesterszakács. Bámulatos! Köszöntöm Önöket a mesterszakács döntőjében. 10,000-ével jelentkeztek az amatőr szakácsok az ország minden szegletéből abban a reményben, hogy belőlük válhat Amerika első mesterszakácsa. Elérkezett ez a pillanat. Csupán ketten maradtak versenyben. Egyikük Whitney, a 22 éves tanuló, aki komoly ellenfélnek számít. Vajon a tészták hercegnője nyeri el a címet? Lehet, hogy kicsi vagyok és fiatal, de a konyhában kíméletlen leszek. Ez a cím az enyém. És David, a bostoni szoftverfejlesztő, aki levetkőzte arroganciáját, és inkább kiváló ételeivel hívta fel magára a zsűri figyelmét. Komoly esélyekkel indul harcba. Minden ezen a csatán múlik, és én fogok felülkerekedni. Amerika első mesterszakácsa leszek. A két döntős egyike gazdagabb lesz $250,000. Lehetőséget kap arra, hogy megjelentesse saját szakácskönyvét, és megkapja az első amerikai mesterszakács kitüntető címét is. Mindenről a mai este dönt. Whitney és David, kérlek, fáradjatok a konyhátokba! A következő két óra életetek legfontosabb időszaka lesz. Eljuttathatjátok magatokat az igazi szuperszakácsok világába. A nagy fináléban David és Whitney szabadon választott három ételt fog elkészíteni. Egy étvágygerjesztő előétel, egy tökéletes főfogás és egy incsiklandó desszert előállítása a feladatuk. A kóstolás után Gordon Graham és Joe dönt arról, melyik amatőr szakács nyeri a versenysorozatot. Whitney, áruld el nekünk, mi lesz a legfinomabb előétel, a legpompásabb főétel és a legkiemelkedőbb desszert, amit ma feltálalsz. Az előétel ropogós kukoricapite lesz tehén borsópürével, garnilás petrezselyem és zöld pesztóval. Főételnek falusi sőcsirkét készítek tejszínes ragúzs zöldségekkel és leveles kellel. Hűha. A desszert a klasszikus pudingtorta kicsit megbolondított változata lesz. Fehér csokoládéval készül, de pürésítve lesz, ami könnyű, légies szerkezetet ad neki. Fehér csokoládés szószal és málna öntettel. Dave? Az előétel fésűkagylós seviche lesz, melyet friss borsókrémes mentás levessel szolgálok fel. A főétel tekintetében a Wellington bélszín mellett döntöttem. Hű, ez az egyik fogás, amiről ismerté váltam. Igen, tudom. Nagy kihívás. Nekem több éven betelt tökéletesíteni a technikát. Ha jól van elkészítve, fantasztikus.
Imádom az önbizalmadat. Egyszerűen imádom. Na és a desszert? A desszert nektarinos palacsinta lesz. Hoppá! Egy másik nagy kedvencem. Mind a hat fogás pompázatosan hangzik. A verseny során sok tehetséges társatok felett arattatok győzelmet. Ők mindent megadnának azért, hogy most ott álljanak a helyetekben. Nem hiszitek? Akkor hallgassátok csak meg őket! Köszöntsétek egykori versenytársaitokat! Dave és Whitney kivételével a többiek menjenek fel a karzatra. Kívánjatok sok sikert a döntősöknek! A legjobb ételek legyenek, amiket valaha csináltatok. Egy elbűvölő előétel, egy fenomenális főétel és egy egyedülálló desszert. Három fogás, két óra, egy győztes. Kezdődjön a mesterszakács döntője. Gyerünk, sok szerencsét! Nyomás! Whitneynek szorítok, aki kiejtett engem. Dave-nek szurkolok, és ha fogadni kellene, rátennék. A Mississippi-ből jött lány. Whitney fog nyerni. Whitney szerez dicsőséget a déli csajoknak. Dave lesz a győztes. Szeretném, ha Whitney nyerne. Whitneynek szurkolok. Semmi nem állhat az utamba. Ez a cím az enyém. Azt hiszem, képes leszek rá. Én leszek Amerika első mesterszakácsa. Két homlok egyenest ellentétes stílus. Egy éttermi menő, egy otthoni ebéddel szemben. Igen, otthoni ebéd egy kis modern csavarral. Whitney kukoricapités tehénborsó pürét készít garnélás petrezselymes zöld pesztóval. Főételnek falusi sült csirkét csinál tejszínes ragus zöldségekkel és leveles kellel. A desszert pudingtorta fehér csokoládés szósszal és málna öntettel. Ha David alábecsüli Whitneyt, könnyen elbukhat. Sokan estek már ebbe a hibába. David a fésűkagylós seviche mellé borsókrémes mentás leves tálal fel. A főétel Wellington bélszín, az utolsó fogás nektarinos palacsinta lesz. Ha Dave pontosan és magas színvonalon előállítja ezt a menüt, akkor Whitneynek nem sok esélye marad. Ebben biztosak lehetünk. Nézzük az előételeket. Kíváncsian várom a marinált fésűkagylós sevicsét a hideg borsólevessel. David persze megint valami szokatlan, egyedi módszert vett be. És ez sokszor elég volt neki a győzelemhez. Majd meglátjuk. A fésűkagylós koktél vibrálóan fűszeres lesz. Mellette a krémes, hideg borsóleves áll mentával. Ezt a három dolgot lehetetlen összerakni. De én mégis megteszem. Tökéletes. Az előételem kukoricapités tehénborsó püré, garnilás petrezselymes zöld pesztóval. Egy kicsit túl sok mindent kell elkészítenem hozzá egyszerre. Ez a problémám. Whitney előételének alapja elég egyszerűnek hangzik, de feldobhatja a tehénborsó pürével és a petrezselyem zöldjéből készített pesztóval. Soha nem ettem még ilyet. Ügyesen használja fel azt a zöldet, amit sokan csak eldobnak. Rusztikus, és szerintem ízletes is lesz. A kérdés csak az, ezek az ételek elég izgalmasak-e ahhoz, hogy azt mondjuk, igen, benne meg valamit egy mesterszakástól várunk. Milyen a kagyló? Ó, nagyon friss. Ha az idő felénél a fájdalomtól eltorzult arccal összegörnyednék, akkor azért te kóstoljátok meg a kagyló sevicsét. Nevetgél, viccelődik. 25 perc múlva szóljon már rám valaki. Nézzétek az arcukat. Az egyik koncentrál, összpontosít, a másik meg a közönségnek játszik. Finom, érzitek az illatot? Um,
Ha adhatok egyetlen apró tanácsot, kevesebb duma, koncentrálj, felejtsd el őket, mintha itt sem lennének. Whitney még egyetlen szót sem szólt senkihez, te is foglalkozz a feladattal. Vettem, közfőnök. Na lássunk neki. Az idő már letelt, így David és Whitney is nekilát a desszertek elkészítésének. Whitney eredeti elképzelésétől eltérve inkább egy szuflét készít. Miért gondolja meg magát az utolsó pillanatban? Miért áll neki szuflét gyártani, amikor egy remekbe szabott fehér csokoládés pudingtorta a világ legfinomabb süteménye lehet? Nem értem, minek kellett mindent kockára tennie. A sors iróniája lenne, ha pont a desszert miatt veszítene. Igen. Koncentrálj, Whitney! Csak úgy csináld, ahogy érzed. Melyik fogás miatt izgulsz a legjobban a három közül? A desszert, a főétel vagy az előétel miatt? Sajnos a desszert miatt. Most először hallok tőled ilyesmit. Eddig egyetlen desszert sem okozott gondot neked. Azért van, mert változtattál? Igen. A szuflé igazán temperamentumos étel. Ha túlsütjük, akkor szivacsos állagú lesz. Ha meg nincs eléggé megsütve, akkor egy nagy folyós massza az egész. Ha nem jön be, akkor az negyedmillió dollárodba kerülhet. Ajaj! 45 perccel a vége előtt David és Whitney a célra koncentrálva igyekszik mindent beleadni a főételbe. A róka gombában az a nagyszerű, hogy viszonylag tömör a szerkezete. Amikor pirítani kezd, csodásan karamellizálódik, kijönnek a földes jegyek. Ivy, fogja a világ egyik legdrágább, legkülönlegesebb és legízletesebb gombáját, belerakja egy robotgépbe és pürét csinál belőlük. Így a zamata is elvész. Ó, ne. Ez nagyon komoly hiba. Wellington bélszín. Nagyon jól tudom, hány helyen csúszhat félre. Szétnyíló tészta, félig nyers hús. Mivel begöngyölöd, vakon kell sütni. Csak a szeletelésnél látod. De ha akkor derül ki, hogy még nem sült át, már nem teheted vissza. David. Igen, főnök. Három nehéz ételt választottál. Igen, főnök. Különösen a Wellington. Melyik miatt aggódsz? A Wellington miatt, mert neked készítem. A titka, hogy hagyni kell pihenni. Ne vágd fel túl korán. Ha valaki Wellington bélszínt állal, Gordon Ramsaynek egész biztosra kell mennie. Tudod, milyen nehéz elkészíteni? Igen. A világ legdrágább alapanyagait használod fel. Whitney ezzel szemben a legolcsóbbakkal dolgozik, marha bélszín a csirke mellel szemben. Igen, főnök. Mindent meg kell tenned, hogy működjön. Úgy lesz. A csirkét olajban sütött ki egyben? Igen, amolyan tanyasi sült csirkemel lesz egy kis csavarral. Mi déliek, általában egyszerűbb hozzávalókat használunk, amik nem kerülnek sokba. Ilyen a kellevél vagy a petrezselyen. Ezekből próbálunk minél többet kihozni. Az olajban kisült csirkemel az egyik leghétköznapi húsféleség a legegyszerűbb módon elkészítve. Igazi déli hagyomány, és ezt veti be ahhoz, hogy elnyerhesse Amerika első mesterszakácsának címét. Elég kockázatos húzás. David számára eljött az igazság pillanata. Arra készül, hogy felvágja a Wellington bélszínt. Ezt az ételt Gordon több éves kísérletezgetés során fejlesztette tökélyre. Gyerünk, David, gyerünk! Negyedmillió dollár a tét. Ha nyers maradt vagy túlsült, már nincs visszaút. Milyen lett, David? Tökéletes! Ez az! Még 15 perc! Ha van valami, ami kifoghat Whitneyn, az az időbeosztása. Minden egyes versenyben az utolsó pillanatig kapkodnia kellett. 10 perc van hátra az első mesterszakács döntőből. Gyerünk, gyerünk, Whitney! Dave, húzzatok bele! Siettem, hogy tálalhassak. Azt akartam, hogy a fogások gyönyörű látvány nyújtsanak. Gyerünk, kicsim, futás!
Nagyon sok múlik ezeken az ételeken, ezért mindnek kifogástalannak kellett lennie. Francba! Úristen! Whitney! Tíz perc van hátra az első mesterszakács döntőből. Gyerünk! Ez az! Úristen! Whitney! Lejtette a csirkét. Leesett. Oké, semmi baj. A lelkemet is kitettem a két óra alatt. Csak ezekre az ételekre koncentráltam. Semmi másra. Oké, megoldod. Ott hagytam az iskolát, a családomat. Mindent, ami számít nekem, mert annyira vágytam erre a címre. Gyerünk, Whitney, ne add fel! Valakinek veszítenie kell, és nem akartam, hogy én legyek az. Úgy éreztem, hogy akik figyelnek engem, mind nekem szurkolnak. Azt mondtam magamnak, nem engedheted, hogy kicsúszson a kezedből a győzelem. Olyan közel jársz. Megráztam magamat, és igyekeztem helyrehozni a hibáimat. Ez az, gyerünk! Nyomás, Whitney, nyomás! Öt percetek van hátra. A mesterszakács döntőjének utolsó öt perce. Gyerünk, gyerünk! Csak így tovább, Whitney. Dave, húzzatok bele! Ügyes lány! Tovább, tovább! Megcsinálod, kicsim, képes vagy rá? Még egyetlen perc! Gyerünk, Whitney! Most adjatok bele mindent! Ez az, Dave! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és vége! Megvan! Szép volt, Whitney! Gyere ide! Ennyi volt! Végeztünk! Csodálatosan dolgoztatok! A versenytársak, családtagok és barátok egyetlen dolgot nem fognak látni. Mégpedig, ahogy végigkóstoljuk a menüket. Erre ugyanis odabenn, a mesterszakács éttermében kerül sor. Ott találkozunk mindkettőtökkel. Elsőként csak az előételeket hozzátok. Sok sikert kívánok! Sok szerencsét! Gyerünk! Ha valaki 6 héttel ezelőtt azt kérdezi, van-e esélyem a végső győzelemre, azt feleltem volna, hogy semmi, ki van zárva. De most, hogy itt vagyok a döntőben, úgy érzem, sikerülhet. Én lehetek Amerika első mesterszakácsa. Jól van, Dave! Nagyon sok múlik ezeken az ételeken, amikkel a zsűri elé járulunk. Kimondhatatlanul szeretném megszerezni a győzelmet. Whitney és David egyszerre mutatják be az adott fogást a bíráknak. Aki kettejük közül jobban szerepel, megkapja a mesterszakács címet. Micsoda elképesztő két óra áll mögöttetek. Mindkettőtöknek gratulálok. Kitettetek magatokért. Oké, akkor lássuk az előételeket. Az illatuk pompás. Dave, mit készítettél? Ez egy tengeri fésűkagyló ceviche friss borsóból készült mentás krémlevessel. Nagyszerű. A levest rá kell öntenünk, vagy csak szürcsöljük? Személy szerint én nem enném együtt őket. Teljes ellentétben állnak egymással. Inkább csak külön. Elnézést. Álljunk meg egy szóra.
Ha nem ennéd együtt, miért raktad egy tányérra? Külön-külön semmit nem érnek. Akkor ez nem is egyenlő étel, hanem két fogás? Szándékosan csináltam így, kiélezve az ellentéteket. Na jól van, lássuk. Dave, mit készítettél? Ez egy tengeri fésűkagyló sevicse friss borsóból készült mentás krémlevessel. Elmondanád gyorsan, mit tettél a pohárba a fésűkagylók mellé? Raktam bele egy kevés, talán nem is annyira kevés, jalapeño paprikát. Ez nagyon csípős lett. Oké. Whitney, most eljössz. Egy ropogós kukoricás pite, a tetején tehénborsóból készült püré, petrezselymes pestóval és garnélával. A felhasznált alapanyagok eléggé vegyes képet mutatnak. A te fejedben ez mind összeállt. Ha megkóstolod, érezni fogod az aromákat. Szerintem kellemes az összhang. Hogy főzted meg a garnélát? Forró vízben, amit megsóztam és hagymát adtam hozzá. Ezután tettem bele a garnélákat. Nem tudom, kellően átfőttek-e. Mennyi ideig hagytad a vízben? Nagyjából 3 percig. Köszönjük, Whitney és David. Hozhatjátok a főételeket. Köszönjük. Kezdjük mondjuk Dave-vel. Nekem tetszett a csípőség. Lehet, hogy egyéni vélemény, de nagyon jól balanszírozott a savak és a lágyabb ízek között. A kontraszt jól érvényesült a szájban is. De a jalapeño paprikát akkor is eltúlozta. Szerintem az elgondolás, a tálalás és az alapötlet működött. Olyan yin és yang étel ez, nagyon hatásos. Kizökkent a megszokott ízvilágból, de el is gondolkodtat. Igazi élményt jelent. De ha egyszer egy tálon hozta elénk, miért nem volt önbizalma együtt kínálni? Szerintem az ő magabiztossága csak álca. Nagyon intuitív szakács, de az ötleteit nem képes jól kommunikálni. Ilyen nagy nyomás alatt pedig könnyen megroppanhat. De ez az előétel jobb, mint amit a legjobb éttermekben kapni lehet. Jól van. Akkor jöjjön Whitney tehénborsós püréje. Finom volt, és a püré teljesen egyedi. Ráadásul merész ötlet. A pite tökéletes állagú volt. A fűszerezése jó. Kiváló, igazi délies ízek, amit igyekezett kicsit különlegessé tenni. Ha a garnélát tovább főzi, valóban kifogástalan étel lenne. Mindkét fogásnak vannak kiemelkedően jó és kevésbé előnyös oldalai. Nehéz. Roppantul büszke vagyok magamra. Ez a legkiválóbb Wellington, amit valaha készítettem. Vajon Whitney 7 perces csirkéje kellően átsült, vagy nyers maradt, amivel elveszíti esélyét a győzelemre? Nagyon izgultam, hogy milyen lesz a csirkemell. Az ereimben csak úgy száguldozott az adrenalin. Köszönöm. Jöjjenek a főételek. Dave, meséld el nekünk, mit látunk. Egy tradicionális módon készült Wellington bélszint. A tésztakéreg alatt prosciutto sonkát és gombát találunk. Libamáj pástétommal tálaltam, a külső kérget kiváló leveles tészta adja. Legalább 1000-szer készítettem ilyet. Izgatottan várom, hogy megkóstolhassam. Arra számítok, hogy elolvad a számban. Mit gondolsz, megfelel az elvárásaimnak? Igen, főnök. A marhahús szépen átsült, a fűszerezése tökéletes. Mondok neked valamit. A létező legértékesebb marhahúst választottad ki arra, hogy megnehezítsd a saját életedet. Tetted mindezt az ország első számú főző versenyének döntőjében. Az étel, amit készítettél, nem rossz, de nem is tökéletes. Tudod, mit kellett volna tenned? 2 egyforma darabot raksz a sütőbe.
Az egyiket mondjuk ezt kiveszed, amikor jónak ítéled, felvágod, és azonnal láttad volna, hogy még 2 perc kell a tökéletes állapothoz. Segíts nekem megértenem, miért választottál olyan ételt, amit nekem 1000-szer kellett elkészítenem, hogy igazán megfelelő legyen. Elég jó vagy ahhoz, hogy a tökéletességre törekedj. Ezt próbáltam már korábban is megértetni veled. Lenyűgöző, ahogy képes vagy a feladatra koncentrálni. David, látom, hogy megbántad, amiért belevágtál ebbe. Ne tedd, semmi okot sincs rá. Egy rakás bonyolult technikát alkalmaztál az ételednél. Whitney, beszélj a tiédről. Serpenyőben sült csirkemell hagyományosan, tejszínes kellevél ágyon. Mindig érdeklődve néztem, ahogy főzöl. És 22 éves korod ellenére ott van benned valami, amit mi hárman soha nem tudnánk megtanítani neked. Káprázatos ízérzéked van. Épp ez az, ami eljuttatott téged ide a mesterszakács döntőjébe. Ami miatt most aggódom, az a rózsaszín csirkehús. 10 percet volt hátra, amikor leejtetted az első csirke mellett. Egy ekkora hús megsütése 7 perc alatt lényegében lehetetlen. Szerinted ez kellően átsült? Igen. Mert ha nyers, meg sem kóstolhatjuk. Honnan tudod, hogy megfelelő? Hát, igazából nem tudhatom. Meg sem érintetted, mielőtt a tányérra tetted. Egy ekkora hús megsütése 7 perc alatt lényegében lehetetlen. A legvastagabb pontjánál vágom fel. Ha nyers, meg sem kóstolhatjuk. Whitney, ez tökéletesen átsült. Ekkor kezdtem csak igazán izgulni. Úgy éreztem, mostantól komoly esélyem van arra, hogy győzzek. Olyan, mintha tejszínes penót lenne. Csak sokkal olcsóbb és egyszerűbb növényből készül. A kell olcsóbb? Ó, sokkal. Általában ki szokták dobni. Pontosan. A kellevelet alacsony hőfokon hosszú ideig kell főzni. Egész vékony csíkokra szeltett fel, ez okos lépés volt. Valóban sikerült, nagyon jól átsült, kiváló csirke mellett készítened. Köszönöm. Dave, Whitney, kérlek hozzátok az utolsó fogást, a desszertet. Köszönjük. A flancosál szemben az egyszerűvel, az otthoni ínyenc a déli vendégszeretettel. Egy ilyen ételt egy déli étkezdében is rendelhetünk. Dév fogására inkább egy előkelő New York-i étteremben bukkanhatunk rá. Egy újabb polgárháború a konyhában észak-dél ellen. Ebben nagy lehetőségek rejlenek, csak még meg kell csinálnia 500-szor. Igen. A vajban füröztött csirke? Hihetetlen. Elképesztő, mit hozott ki belőle összesen 7 perc alatt. Készen álltok a desszertre? Akkor hajrá! Semmi másra nem tudtam gondolni, csak arra, milyen fontos ez nekem. Nem engedhetem meg, hogy a győzelem kicsusszon a kezeim közül. Ez a legvégső összecsapás, de a végén én fogok fölülre kerekedni. Dave, mit hoztál? Ez egy nektarinos palacsinta Suzette módra. Mit csináltál a nektarinnal? Vajban pároltam meg, barna cukrot adtam hozzá, és konyakkal flambíroztam. A jó palacsinta titka a tészta színe, vastagsága, állaga, no és persze a töltelék. Szép, vékony lett a tésztája. Ez jó. Sőt, nagyon jó. Nekem a töltelék jobban ízlik, mint maga a palacsinta. Trebo, nagyon jó. Merci. Whitney,
Mi ez? Egy fehér csokoládés puding torta, de beletettem egy kis csavart is. Inkább szuflira hasonlít, amit fehér csokoládés szósszal és egy kis málnás öntettel tálaltam. Az első dolog, amit Párizsban megtanultam, az volt, hogy soha ne szedjük ki a szuflét a tálkájából. Te miért borítottad ki egy tányérra? Azt akartam, hogy az öntettel együtt lehessen enni. Ennek az állaga a szufléra hasonlít, míg a tálalása pudingtortára emlékeztet. Igen, a közepe egész krémes. Két nagyon finom desszertet kóstoltunk. Igazán jók lettek. Komolyan el kell gondolkodnunk. Amikor visszatérünk, már tudni fogjuk az eredményt, és bejelentjük, ki nyeri az első mesterszakács címet. Most menjetek vissza a konyhába. Köszönjük, és sok szerencsét. Ez erős volt. Bámulatos. Hihetetlen. Mindkettőben topzultak az ízek. Mintha csak szerepet cseréltek volna. Whitney teljesen David Miller stílusában alkotott, míg Dave ezúttal az egyszerűséget követte. Én Whitney-től számítottam valami ilyesmire. Igen. És miért komplikálta így túl? Egy szuflé önmagában is nehéz. Erre jött még a fehér csokis krém, meg a málna öntet. Megőrült ez a lány? A három étel alapján a zsűrinek döntenie kell az első amerikai mesterszakács kilétét illetően. David igazán maradandót alkotott az előétellel. Intelligens tálalás, igazi éttermi stílus. Nagyon profi és ambiciózus. Az biztos. Egy előételt két pohárban tálalni igen nagy kreativitásra val. Csak egy valódi profi próbálkozna meg vele. A kifinomultság fényévekre van attól, amit Whitney tett le az asztalra. Whitney ott hibázott, hogy ezúttal nem az ösztöneire hallgatott. Megpróbál túl intellektuálissá tenni egy hagyományosan déli ételt. Ezúttal ez nem vált be. Igaz, ha viszont a főételt nézzük, ott nagyot hasított, mert a csirkemell kifogástalan lett. Két összetevő a tányéron mégis komplex élmény, egy gyönyörű duett. És a csirke is tökéletes lett. Talán csak mázlia volt vele. De 7 perc alatt. És mindkét fele teljesen átsült. Hiába forgattam, mindenütt egyenletesen szépen megsült. Pompás aranyszínű körbe-körbe. A desszert mindkettejüknél méltó megkoronázása volt a menüsornak. A szuflé modern interpretációja is egy klasszikus. A palacsinta kiváló lett. Még most is azt tenném. Egyszerűen finom és kész. Whitney külön elismerést érdemel azért, hogy bevállalt egy szuflét a döntőben. Az alkalmazott technika, az újítások mind kiváló példát szolgáltattak arra, hogyan lehet egy jól bevált recepthez még valami pluszt hozzáadni és még jobbá tenni. Sajnos csak egy győztesünk lehet. Oké, gyerünk. A győzelem azt jelenteni, hogy a szoftverfejlesztő David többé nem létezik. Óriási lehetőség előtt állok, betörhetek egy új, izgalmas és fényes világba. Ha ez sikerülne, az igazán álomszerű lenne a számomra. Ez életem legnagyobb álma. Egy kisvárosi lány vagyok, de szeretnék saját éttermet üzemeltetni. Ha én lennék Amerika első mesterszakácsa, az életem azonnal és gyökeresen megváltozna. Mindketten amatőrként érkeztetek ebbe a versenybe. A mai teljesítményetek alapján mindketten a profik táborába léptetek. Megérdemlitek, hogy itt álljatok, a mi helyünkön. Gyertek csak bátran! Cseréljünk helyet! Gyertek! Mindketten kiválóan szerepeltetek. Nagyon nehéz döntés volt. Amerika első mesterszakácsa $250,000 és egy saját szakácskönyvvel lesz gazdagabb. Ennél többet már kívánni sem lehet. És ez a személy nem más... Amerika első mesterszakács versenyének győztese...
Nagyon nehéz döntés volt. Amerika első mesterszakácsa $250,000 és egy saját szakácskönyvvel lesz gazdagabb. Amerika első mesterszakács versenyének győztese nem más, mint Whitney! Csodálatos volt! Káprázatos! Annyira izgatott és boldog vagyok. Mindenkinek csak azt tudom mondani, ha van egy álma, ne adja fel soha. Az én álmom ez volt, a mesterszakács cím, és ennél elégedettebb nem is lehetnék. Whitney, neked szabad már innod? Ez egy valóra vált álom. Nem csak a feleségemnek és nekem, hanem a lányunknak is. Nagyon örülünk a sikerének. Rendkívül büszke vagyok magamra. Már a lehetőség is csodás volt, hogy ilyen kiválóságoknak főzhettem. Megmutattam nekik, hogy mire vagyok képes. Persze az igaz, hogy Mittivel szemben alul maradtam. Tudom, hogy eredményes lesz a szakmában. Az első amerikai mesterszakács, Whitney! Leírhatatlan ez az érzés, elképesztően boldog vagyok. A szakácskönyvben ott lesz a 7 perces csirkemell receptje. Csodás, csodás, csodás! Én vagyok Amerika első mesterszakácsa! A magyar változatot a Masterfilm Digital készítette.